A párosok versenyével indult a szekszárdi amatőr teniszszezon. A bajnokságra 30 nevezés érkezett, így 15 páros között dőlt el a legjobbnak járó cím sorsa. A legfőbb célunk az az lenne tényleg, hogy itt a tenisz életnek az összetartása a megyében, tehát hogy minél többen, akár ha ugye teljesen vagyis hát amatőr a verseny, de nagyon sok ő tényleg nagyon ügyes játékos van a pályán, sőt, és hogy minél többen ütőt fogjanak, le tudjanak jönni játszani, igazából ez a csapatnak az összetartása lenne a cél. A nevezésen belül mindenki kapni fog a legjobbak, ugye oklevelet, érmet, kupát, és egy pólóval fog gazdagodni a nap végén. Hát az idei évben először az első amatőr tenisz páros versenyünket tartjuk. Nagyon nagy örömmel tölt el bennünket, mivel ugye 15 páros nevezett, azaz 30 játékosunk van a mai napon. 5 pályán megy a játék, eddig úgy van, hogy délelőtt mennek a csoportmérkőzések, lesz egy finom ebéd, és délután pedig a döntőmérkőzések és a bronzmérkőzések kerülnek lejátszásra. Ma csak páros versenyünk van. Szeretnénk majd egyéni versenyt is rendezni idén, de egyelőre az biztos, hogy a következő hónapban még lesz ugyanilyen páros versenyünk, amatőr páros versenyünk, és a közeljövőben majd meglátjuk, hogy még a szezonban, de szeretnénk mindenképp egyéni tornát is rendezni. A pályáink igazából bármikor, tehát 8-tól 8-ig nyitva vagyunk, aki szeretne jönni játszani, de edzéseink is vannak. Én gyerekoktatásokat tartok, tehát ilyen 6-tól 14 éves korig, és Steik Csaba oktató is van még, őnek is a Szexuális Sportközpont oldalán meg lehet találni a telefonszámát, ő pedig már foglalkozik felnőttekkel is. A következő teniszverseny a Szexuális Sportközpont közösségi oldalán lesz meghirdetve. A sporták szerelmesei onnan tudnak értesülni a részletekről és a nevezés feltételeiről.